Start. Start, elindult a negyedik futamunk, ez a Nádor rendszerháza, Bubik István emlékverseny, handicap, a startot követően mindenki versenyben van, nem látok hibázolóat, és Petú Randás Samuel Beki tétivel próbál az érre törni, de Magic Bucks is jól kezdett, bent a falon Sízi ennel, Martinek János is remekül tartja magát, tehát egyelőre óriási a tumultus, tulajdonképpen mind a kilenc ló teljesen együtt, és Olti Gerivel vannak problémák, ott talán elég nagy volt a kavarodás, és könnyen lehet, hogy ezért galoppozik Solti Geri, ez érzékeny veszteség a futam egyik favoritja, aki visszaesik a végére, és Zselnicét is hibázni látom, Zselnicét diszkvalifikálni fogják a futamból, ez szinte teljesen biztos. Közben Martinek János a falon, Sízviennel vezet, megőrzi ezt a pozícióját a kívülő támadó Samuel Beki Tétivel szemben. Tehát Martinek János, Petú Randrás, Sízviennel, illetve Samuel Beki Téti az első két helyen, mögöttük jön Epres Attila, Titus Léviusza vendég dressben, majd Magic Bucks egészen kívül, Ujgur kisasszony zárkózik, Oldtimer Diamant is egyelőre közel van, és úgy látom, hogy Solti Geri még versenyben, és próbálja lefaragni a hátrányát. Zselnice az, akit kizártak eddig a versenyből, és hát most, amikor érkezünk a második kanyarra, nagyon nagy tumultus van az élen, van, aki harmadik spurban próbál meg előre törni, ez pedig nem más, mint Titus Livius megy, azonban nem tud bemenni végül a falra, az Sízviviennel mellett pedig ott láthatjuk Samuel Beketétit, aki egy kicsit gyorsabbnak látszik, aztán a harmadik pozícióban a harmadik spúros Titus Livius, akinek a hátán már ott van Old Timer Diamant, egyel bejjebb pedig Magic Bucks-ot láthatjuk az élcsoportban, a mezőnyt pedig, aki zárja, az Ulrika M. Az igazi harc talán itt az istálló egyenesben kezdődik majd el, hiszen jelentős változásról eddig nem számolhatunk be. Sízviviennel vezetni tud, Sízviviennel azonban kapja folyamatosan a pressziókat, ott van mellette Titus Livius, illetőleg harmadik spurban jön előre Oldtimer Diamant, nagyon-nagyon szoros végjáték következhet. Az utolsó 400 méter, Samuel Beki Téti van ott a frontban, ő vezet Titus Livius társaságában, Sízviviennel Oldtimer Diamant, és a hibával futó Solti Geri ledolgozta óriási hátrányát, és ott van most már a harmadik, negyedik hely környékén, Ujgur kisasszony is begyújtja a rakétákat, óriási befutó előtt állunk, Petú Randás vezet, Sízviviennel viszont galoppozik, Samuel Beki Téti vagy Titus Livius, Samuel Beki Téti, Titus Livius, Oldtimer Diamant és Solti Geri, Petú Randásnak meg lett az első győzelme Samuel Beki Tétivel, de négyen vannak teljesen együtt, jön kívül Solti Geri, de egyelőre még mindig vezet Samuel Beki Téti, Petú András megnyeri vele a futamot, Samuel Beki Téti, Solti Geri, Titus Livius, negyedik lesz végül Oldtimer Diamant.